Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit, Hapromenád mai adásában. 2020-ra emlékszünk vissza. Ugyan egy kulturális szempontból is nagyon nehéz évet zártunk, de azért történtek jó dolgok is. Tartsanak velünk! A tavalyi év az egyik legnehezebb volt az utóbbi évtizedekben. Az egész emberiséget érintő háborúk óta nem történt olyan, ami ennyire megváltoztatta volna a világot. A koronavírus valami olyat okozott, amivel még szinte senki sem találkozott. A tavalyi év szinte minden szempontból bezárt világ volt. A kulturális élet csak apró levegőket vehetett néhányszor, de a levegő mostanra teljesen elfogyott. ...2020 is úgy indult Miskolcon és az egész országban, mintha egy egészen átlagos esztendő lenne. A Miskolci Szimfonikus Zenekar a hagyományokhoz híven megtartotta újévi hangversenyét. A koncertre mindig nagy az érdeklődés, 2020-ban 4 teltházas újévköszöntő hangversenyt is adott a Szimfonikus Együttes a Miskolci Nemzeti Nagy Színházában. Én nagyon szeretem az újévi koncerteket, igen, általában az ilyen kicsit könnyebb szimfonikus műsorokat, nagyon-nagyon sokat dirigáltam korábban is ilyeneket. Ennek van egy hagyományos repertoárja, ami azt lehet mondani, hogy kicsit még így a monarchiából datálódik, így ez az osztrák-magyar közös közelség, Johann Strauss és Lehár nagyon egytőről fakadnak. Ebből bőven lehet meríteni a repertoár hihetetlen nagy, hát látjuk a bécsi újévi koncerteknél, hogy vannak azonos darabok, mint hogy itt is ugye a Kék Duna keringő vagy a Denevérnyitány, de vannak új művek is, amelyeket hát viszonylag ritkábban játszanak, csak akkor hozzá párosulhat Brahms néhány magyar tánca, egy-két szimfonikus opera részlet, operett részletek énekesektől, akik hát tényleg csodálatosan énekeltek. Ezúttal is hát nagy öröm volt velük együtt dolgozni, Ádám Zsuzsa és Nyári Zoltán, és hát egy-két virtuóz darab, mindig hívunk olyan vendégeket, mint most a Popovics Ikrek Kárpátaljáról, Imre és Tamás, akiket egyébként a Facebookon fedeztem fel, és így hívtam meg őket, hallottam felvételüket, és hát tényleg egy élmény volt. Tavaly ugye a Forfáters ének együttes volt a vendégünk, tehát mindig keresünk valami olyat, ami hát frissíti ezt a hangversenyt. A Popovics testvérek először léptek színpadra a Miskolci Együttesek 2020 elején, és a városban sem jártak még azelőtt. Virtuózok, akik mindent együtt csinálnak. A repertoár igazi csemmegéket tartalmazott a zenekedvelők számára. Az újévi zenei menő összeállításánál is a hagyományok előtt tisztelgett a zenekar. A Miskolci Balett Társulata is tisztelgéssel kezdte a tavalyi évet. A tánc szabadsága előtt tisztelgett, és egy amerikai koreográfusnak köszönhetően egy kicsit a nemzetközi világba is kitekinthetett a társulat. Gerett Mester kurzusa arra hívta fel a figyelmet, hogy az iszlám törvény tiltja a nők és férfiak fizikai érintését, és emellett illegális a nyilvános tánc is. A táncművészet szabadsága nem mindenhol magától értetődő része a művészetnek. Forget the mirror. Yeah. Just to remind you again. Gerett szabadúszó koreográfus, akinek technikai tudása megkérdőjelezhetetlenül magas színvonalat képvisel, de az év elején lelket és filozófiát is hozott Miskolcra. A táncművészek szabadok Magyarországon, és szabadok az Egyesült Államokban. Mégis fontos téma a szabad táncgyakorlás hiánya.
Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt az üzenetet elhozzam Magyarországra, és megosszam a miskolci táncosokkal. Megpróbálom a tőlem tehető legjobbat tenni azért, hogy minél többen átlássák ezt a helyzetet, és értsék ezt a dolgot. Például a közösségi médiában is sokszor posztolok a témában. Látom a reakciókat, figyelem az emberek véleményét, sokat beszélgetek olyanokkal, akinek van viszonyulásuk a témához. Úgy érzem, hogy az embereket érdeklik ezek a dolgok. Nagyon érdekes, én magam sem tudtam erről egy évvel ezelőtt. Azt, hogy az is illegális, hogy csak simán táncol valaki. A táncosokat körülöttem, és a tágabb környezetemben is foglalkoztatja ez a dolog. Az érintés, a tánc számunkra természetes, a táncpartnerek kontaktban vannak, megérintik egymást, és ez a normális, ez a természetes. Próbálok segíteni a táncosoknak, és remélem sikerül is, hogy megértsék, nagyszerű, hogy ez a szabadság megadatik számukra. Az, hogy bemész egy stúdióba, és csinálod, amit szeretsz. Számomra ez az élet, és vannak emberek, akik nem fedezhetik ezt fel. Találkoztam egy 20 éves fiúval, aki elmondta, hogy mennyire szeret táncolni, de nem teheti meg. Azt szeretném, ha ezek a workshopok ezen tudnának segíteni valamit. Ezért jöttem Magyarországra is, mondta egy évvel korábban Gerrit Smith. A filozófia a szabadság érzésének ünneplése mellett pedig természetesen technikai újdonságokkal is gazdagodott a balett. A táncművészek egy hetet töltöttek Gerrit világában, de üzenete és tudása, amit átadott, örökre a művészek részévé vált. Az érzékenység már a 2020-as év első bemutatóján szinte tapintható volt. A Rózsa és Ibolya igazi mesebalett volt a gyerekeknek és a gyermek lelkű felnőtteknek, Arany János tollából. A népszerűsége vagy az időszerűsége egy olyan klasszikusnak, egy olyan nagyszerű alkotónak, mint amilyen Arany János volt, mindig van létjogosultsága, hiszen megírja azokat a nagyszerű alapigazságokat, amelyek az idő nem koptat szét, nyilvánvalóan azok ma is ugyanolyan értelmesen hangzanak. A lirájában azt gondolom, hogy tudja felkelteni a gyermekek érdeklődését, és mondom, fontos, hogy a Walt Disney mellett a magyar mesékkel is megismerkedjenek a gyerekek. A Rózsa és Ibolyát Kozma Attila rendezte, koreográfiáját pedig Fűzi Attila készítette. A táncművész otthonosan mozog ebben a szerepkörben is. A koreográfiákat azt én úgy szeretem csinálni, hogy megcsinálom magam először, ezt megpróbálom betanítani, és közben hagyatkozom a táncosokra, hogy nekik mi áll jól, és az ötleteiket is nagyon szívesen fogadom, és ezeket beleépítjük a koreográfiába. A táncosok pedig élvezték a Rózsa és Ibolya minden mozdulatát. Mint csavargó személy, csúfra, szégyenemre. Jobb, ha itt maradok, és ahogy élik, várok. És ilyes apáthoz is kövessenek szépen. A Magyar Kultúra Napja méltón zárta 2020 januárját. Nagy érdeklődés mellett adták át a Mazsarov Miklós díjat, amit minden évben a Kultúra Napján egy olyan fiatal képzőművész kaphat meg, aki Miskolcon alkot, vagy jelentős szálakkal kötődik a városhoz. A 12 évvel ezelőtt alapított díjat az elismerés megálmodója, Mazsarov Miklós özvegye adta át 2020-ban is. Itt élek több mint 60 éve, bukár vagyok. És mégis magyar vagyok, mert ha hazamegyek, vendég vagyok. Itt a családom, itt a gyerekem, az unokáim, a dédunokáim. Az elismerést 2019-ben Góri Szabina kapta, így neki adatott egy esztendő, hogy átgondolja és létrehozza kiállítását a 2020-as ünnepi alkalomra. Kiállításának címe Tengelyezők volt, furcsa, művészettől távol álló szó, a festményeken pedig gyermekek szerepeltek. A kiállítás 18 alkotást mutatott be. A tárlat megnyitóján a hagyományokhoz híven természetesen az új díjazottat is köszöntötték. A 12. Mazsarov díjat Dombóvári Ágnes grafikus kapta. A Magyar Kultúra Napján az irodalom is előtérbe került, a Művészetek Házában Márait és Krúdit idézték. Ő volt az utolsó író, kinek személyiségéről még legendák keringtek az országban. Hirtling István színművész Márai Sándor gondolatait osztotta meg a közönséggel, Márai gondolatait Krúdi Gyuláról.
Az emlékest festményként nyújtotta át a közönségnek a 19. század egyik nagy írójának hangulatát, de nem az átlagos alkotói látásmóddal. A 20. század egyik legnagyobb magyar írójának szemével mutatta meg a múltat. A MAP-székházban pedig megalakult a szép írói kör. A helyi költők és írók, művészek azzal a közös céllal fogtak össze, hogy felpezsdítsék a város irodalmi életét és segítsék a kezdő művészeket. Ugyanez a tavalyi évben nehezebb volt, de ezt akkor még senki sem sejtette. A Magyar Kultúra Napján a Múzsa-díjat is átadták, a város legrangosabb kulturális elismerését ezúttal nem egy személy kapta. A Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium jazz tanszaka érdemelte ki a rangos díjat. A Múzsa-díja 20 éve ismerik el azokat a miskolci vagy Miskolchoz szorosan kötődő tehetségeket, akik munkásságukkal a város hírnevét és a magyar kultúra rangját erősítik. 2020 díjazottján a jazz tanszakon 25-en tanulnak. A diákok zongora, szaxofon, basszusgitár, dob és énekszakok közül választhatnak. A műfaj gyakorlatilag egy kirándulás a rögtönzés világába. Én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy megpróbálom megtalálni a világodat, hogy te hol vagy, és hogy te melyik univerzumban létezel. Ezt a részt, ezt én azt gondolom, hogy onnan szerezzük, hogy amit hallgatunk, amilyen zenét hallgatunk. Amelyik gyerek egy bizonyos műfajra rááll, az lesz az ő sajátja, és onnan kezdünk el építkezni. Azt próbáljuk meg erősíteni, és onnan kezdjük el kidomborítani az ő világát, vagy az ő játéktechnikáját. A Miskolci Nemzeti Társulat egy tökéletes operával köszöntötte a februárt tavaly. A Don Carlost mutatták be, amelynek egyik nagy érdekessége, hogy Schiller írta a történetet, amit Verdi írt át operává. Schiller van természetesen, mert a párizsi megrendelők útmutatásai alapján, gondolom, a libretto írók azok nyilván a darabot írták át, de azért sok mindent megváltoztattak benne. Ha a darab szemszögéből nézzük, tehát a Schiller szemszögéből, akkor ez egy zanzásított Schiller. Nincs benne az összes rétege annak, amit az a nagyon komplex drámai anyag tartalmaz. Viszont az érzelmi zűrzavar az pedig kiválóan van kifejtve. Tehát ha most mint két külön, és hát jogosan két teljesen külön műnek tekintjük, akkor elég nagy a különbség. Az öreg, ahogy a fia szólította. Különleges, hogy úgy mondjam, polgári szerepet játszott a városunkban, és szenvedélyesen szerette ezt a szerepet. Ezután pedig Oroszországba kalauzolt a közönségét a színház társulata, ördögöket állítottak színre. Dosztojevszki zseniális tehetségéhez kétség sem férhet, a színház társulata 2020 elején az író utolsó regényét állította színre. Nehéz kérdések sorát vetette fel az előadás. Székhez szögezően hatott a sokrétű történet, a nehézkesebben követhető orosz történetmesélés sajátossága, de a társulat nem csak hogy megugrotta a kötelezőt, túl is szárnyalta az elvárásokat. Remélem, hogy ez az előadás olyan lesz, hogy akit bevonz, és aki menni fog tudni vele, az nagyon-nagyon fontos kérdéseket fog tudni megfogalmazni magába, hogy ő hogy van egy ilyen bűnnel, ő hogy van a saját hitével, vagy mi hogy vagyunk ma, a 21. században a hitünkkel, hogy mi a hitünk, mi az Isten, hol van. Ez pedig már a fájdalom ketrece. A tavalyi évben egymás után érkeztek a friss darabok a társulattól. A Miskolci Nemzeti Játékszínében Ibsen vadkacsája költözött be. Egészen pontosan a történet miskolci változata. És akkor kurica se csípszott. A filmezünk, nem? Egy jó sört csak megihatok. De már megy. Hát, majd én olvasom. És megiratok? Nem, majd én. Az utazás hasznos dolog. Beépítja a képzelőerőt. Minden más csak nyűg és csalódás.
A mi utazásunk teljesen képzeletbeli. Ebben rejlik az eleje. Az élettől vissza halál felé. Az utazás a születéstől a halálig. Hogy itt vagyok? Elég csak behúnyni a szemünk. Kevi, behúnyni a szemünk. Olaszul lesz, azt megértem. Botlik mondta, hogy ez egy nagyon jó film. A Miskolci Vadkacsa nem csak hangulatában lett különleges előadás. A történetet a színészek közreműködésével Rusznyák Gábor írta. Az előadáshoz a The Doubter című filmből ismerített a rendező. A film az alapvetően inkább abban vannak ilyen dramaturgiai eltérések az eredeti művhöz képest, tehát hogy mikor derül ki, ki számára mikor derülnek ki dolgok, abban van eltérés, illetve a kicsit az alakok értelmezésében is van eltérés. Annak egy részét használtam, egy részénél meg visszanyúltam az eredeti műhöz, tehát az Ives Zernhez. A színészeké pedig abban adott hozzá, hogy nagyon szerettem volna, ha ez minél személyesebb a részükről, tehát minél több saját dolgot bele tudnak vegyíteni, vagy a saját alkatukból, létezésükből bele tudnak vegyíteni. Ez volt, akinél könnyen ment, mert volt azonosságra eshetőség, volt, akinél meg nem, mert olyan figurát kell játszani, ami nagyon távol áll tőle emberileg, de azért próbáltuk, hogy legalább a szövegek, vagy nem tudom, azok számukra is olyan természetesen jöjjenek. A szövegkönyv és a darab rendezése mellett Rusznyák Gábor a díszletért is felelt. Erős vízió jelent meg a játékszínben. Februárban egy egészen különleges kiállítás is nyílt a Miskolci Galériában. Három generáció mutatkozott be egyetlen tárlaton. Az oda-vissza seres nem csupán egy szójáték volt. Időutazás, műfajok és életek közti kalandozás is egyben. Egy művész család három generációjának festészeti világa köszöntötte a galériába lépőket. A fiamnak még soha nem volt kiállítása. Apám egy ismert művész, de egy együtt hárman ez megható. Mind a hármunknak van egy önálló részlege, ugye, és még az érdekes a kiállításban, hogy végül is egyikünk se, szóval nincs cseres stílus, én is más stílusban, apám is, fiam is, úgyhogy. A művek ugyan eltértek egymástól, de a művészettel kapcsolatos gondolatok talán mindenkinél jobban összecsengtek. Így vált a tárlat sokszínűvé, mégis egységessé. Mire titkolóztak, hogy felöltöztetett Hajnika. Igen. Nem mondták, szia. Szia. Hogy hova megyünk. Nem. Most jöttem rá, hogy... Hova jössz? Hogy ahogy megállt Gabi. Aha. Hogy idehoznak a... Gyanús? Hogy idehoznak a feledébe? De nem, nem volt gyanús, csak itt, mikor már megállt Gabi. Akkor. A Miskolci Galéria Feledi házában pedig a szeretett prófétájának születésnapját ünnepelték 2020. februárjában. Fecske Csaba József Attila díjas költőt 72. születésnapja alkalmából lepték meg művésztársai. Abszolút meglepődtem, hogy ilyen sokan itt várnak még Máté Szalkáról, akik énekeltek, akik megzenésítettek a verseim, megzenésítették a verseimet, és elhozták ezeket a dolgokat, ők Győrből jöttek ide. Tehát ezzel, hogy is mondjam, enyhén szólva is megható. A költővel a Promenád stábja beszélgetett a születésnapon. A legszebb emlékeket idéztük fel Fecske Csabával. Az egyik első, fiatalkori élménye pedig mi más is lehetett volna, mint a költészet. Nagyon szoros kapcsolatban és nagyon hamar kerültem kapcsolatba költészettel. Valahogy volt fülem a rémekhez, a ritmushoz, a verszenéhez. Egészen kicsi koromban elkezdtem verselgetni. Hát a mondókákkal kezdődött a dolog. Volt egyszer egy ember, szakálla volt, kender, felmászott a fára, leesett a sárba. Sára néni síratta, Konga néni kongatta, két kutya húzta, a harmadik nyúzta. Szerintem ezt minden korombeli gyerek tudta, ezt a mondókát. Meg a lehetne sorolni a többi mondókát is. Ez nekem nagyon tetszett. És érdekes, hogy az első vers, amit kívülről tudtam, az Ady Endrének a Csillagok csillaga című verse volt, ami abszolút nem gyerekfülnek, gyerek léleknek való, de valahogy ez engem nagyon megérintett. Arany János, Pirinszki János, Ady Endre, majd Vörös Sándor. Utóbbi pedig Fecske Csaba életének meghatározó alakjává is vált. Februárban erről is mesélt. A rajongásom tárgyának, Vörös Sándornak
elküldtem a verseimet. Kitéptem az irkám füzetemből néhány lapot, és arra letisztáztam a néhány verset, és elküldtem Vörös Sándornak, aki válaszolt is nekem a 11-12 éves gyereknek, dicsérte a rímeimet, a ritmust. Nem tudom, pedagógiai meggondolásból-e, vagy valóban így gondolta. Minden esetre engem ez a dicséret inspirált. Jó hatással volt rám. Tehát bátorságot adott, hogy igen, akkor verseljek tovább, ennek a nagyköltőnek is tetszenek az én dolgaim. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sokat köszönhetek Vörös Sándornak. Ha túl azon, hogy nagyon szeretem a verseit, ezt a csupa zeneköltészetet. Persze ezt tudni kell, meg tudják is, hogy nem csak gyerekeknek írt, nem csak gyerekverseket írt, hanem egész komoly nagy verseket, tehát nem igazán gyerek szájra való verseket is írt. Sőt, költészetének zömét az úgynevezett felnőtt költészet adja. 2020. februárját a Kocsonya Fesztivál zárta. Egy igazi hangos buli az év elején. A miskolciak egyik kedvenc fesztiválja a szezonnyitó, téli zenei és gasztro ünnep. Akkor már a koronavírus ott volt a híradásokban, de az önfelett bulizás még akkor természetesnek számított. Megmutatták, milyen az okos emberek rockbulija, milyen a miskolci rock élet 2020-ban. A miskolci együttest miskolci együttes követte, habár kicsit más stílusban, de nem kisebb sikerrel. Valentin napon mindenki királylány, mert egyébként is, nem csak Valentin napon. Szóval szóljon ez az ó, most a hölgyeknek. A The Sign fiataljai igazán baráti hangulatot teremtettek a Kocsonya Fesztiválon. Nagyon szeretünk itt lakni, fontolgattuk, meg többen mondták, hogy miért nem költözünk Pestre, meg ilyenek, de annyira szeretünk itt lenni, meg annyira sok minden kötődik ide, hogy annyira jó, hogy itt van a zenekarnak a bázisa. És hát úgy tűnik számunkra, hogy innen minden város közel van, ez lehet, hogy valóságban nincs így, de nekünk úgy tűnik, meg tök jól tennek a buszban az utak is, tehát hogy jól el vagyunk. És az, hogy a Kocsonya Fesztiválon már immáron 6-szor zsinórban, sokatszor biztos, de biztos, hogy legalább 6-szor szerepelhetünk és egyre jobb időpontokban, az meg egy tök jó visszajelzés a várostól, hogy elismeri a fiatal, még fiatal tehetségeket és ösztönzőket arra, és hogy van egy pálya előttük, hogy itt fel lehet lépni, és vannak emberek, szeretik, élvezik, tehát ez, szerintem egy zenekarnak ez mindent jelent. A miskolci vonalat a ska műfajában is sikerült prezentálni. A Sky Fanatic olyan buli csapott, amilyet talán még soha, mert ahogy a koncert előtt elárulták akkor, a Kocsonya Fesztivál mindennek a kiinduló pontja. Mindig a miskolci közönség a legjobb, és ezt nem csak azért mondom, mert miskolci zenekar vagyunk, és a miskolciakat szeretnénk ezzel egy kicsit megsimogatni, úgymond, hanem tényleg azért mégiscsak itt alakult a zenekar. A Kocsonya Fesztivál volt az első olyan koncertünk, ami egy akkora löketet adott a zenekarnak 2012-ben, illetve bocsánat, az már 13 volt, mert akkor voltunk fél évesek, hogy rengetegen voltak tényleg a koncerten, és akkor a löketet adott, hogy emiatt kezdtük el igazából tényleg komolyan venni az egészet, és azóta pedig minden évben játszunk, és ez már a 8. évünk. A miskolci erős zenei élet mellett természetesen 2020-ban sem maradt el a kitekintés a zenei nagyvilágba. Távoli vidékek remek együttesei csaptak a húrok közé. Ki az, aki itt van velünk? Nem a senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te
neked fel alá, hoztad ide ezt meg rá, erre ír a szépen. Bagosiékhoz hasonlóan vidáman, mit sem sejtő lazasággal, és a már megszokott örömzenéléssel látogatott Miskolcra a Random Trip csapata is. Nekem szabadságot ad ez az egész, mert freestyle-ba megy, ugye nincs kitalálva előtte semmi, tehát általában, ha fellépünk más zenekarokkal, azok a zenekarokkal, amiben benne vagyunk, mondjuk egy Iron Mafia, mint én, meg saját zenekaromban, általában le vannak írva előtte a dolgokat, számsorrendek, meg ilyesmit. Itt a Randomnál az egy másik dolog, másik sztori, és szerintem egy zenésznek ez sok szabadságot jelent. Lehetett improvizálni, akkor még közönség előtt. A Kocsonya Fesztivál néhány napja igazi felüdülés volt a zenerajongók számára. A város megtelt, mindenki jól érezte magát, ahogyan azelőtt is mindig. Majd érkezett a március, és a jól ismert világ egy csapásra eltűnt. Március közepén bezárkózott a világ. Ez volt a Promenád január 7-én csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is, akkor folytatjuk a visszaemlékezést. Addig is viszontlátásra!